Szeretettel köszöntelek benneteket. A nevem Jászmin, és a mai naptól kezdve hetente vagy két naponta fogok nektek hozni szerelmi jóslatot, munkajóslatot, tanulásról, vagy bármiről, vagy gyermekáldásról, amiről kéritek. Én ahhoz fogok alkalmazkodni. A mai nap tudjuk meg, hogy ki mire vágyik. Először fogok húzni egy kártyát, hogy mire vágysz, milyenre vagy készen, szerelemre, és hogy mit kaphatsz meg. Most megkeverem a kártyát. Gondoljatok a szeretett nőre, vagy a szeretett férfira. Húzunk három kártyát. Az első kártyám, hogy tegyél erőfeszítéseket, ami azt jelenti, hogy arra vágytok, hogy, hogy bejöjjön az igazi férfi, vagy a meglévő kapcsolatban egy kicsit jobb legyen ez, ami most van, és ez csak úgy lehet, úgy kaphatjátok meg, hogyha tesztek is valamit érte, mert van, mikor vágytok rá, de nem igazán tesztek érte. Úgyhogy a kártya felszólít benneteket, hogy tegyetek kisebb lépéseket, tehát például, hogyha otthon ülők vagytok, akkor ugye nem fog beköszönni a királyfi, hanem el kell menjetek társaságba. Kell alkalmat adnatok arra, hogy a királyfi vagy a királylány ugye betérjen hozzátok, vagy a meglévő partner kapcsolatotokba, hogyha egy kicsit hideggé vált mostanában, akkor jobban oda kell figyelni a partneredre, a férfire vagy a nőre, és ezt hogyan lehet megtenni? Sok szeretettel, sok kedvességgel, pici apró dolgokkal meglepni a másikat, és akkor hamarosan jobban lesz a kapcsolat. És hogy mire vagytok készen, azt hiszem, hogy ez a kibékülés kártyája, ami azt jelenti, hogy ki kell békülni a helyzetetekkel. Lehet, hogy most egy páran össze vagytok veszve, vagy esetleg külön vagytok, de azt jelzi a kártya, hogy ez hamarosan meg fog változni, mert valaki vissza fog jönni, aki például elhagyott, vagy aki rég már nem telefonált, vagy valami veszekedések által kicsit elment, nyugodjatok meg, mert hamarosan vissza fog jönni ez a valaki, és meg kell bocsássatok neki, vagy lehet, hogy nektek kell megbocsájtani. A másik az, aki pedig single, az pedig ki kell béküljön a helyzettel, hogy nem kell harcolni azért, hogy a szeretett nő vagy a férfi bejöjjön, hanem el kell kezdeni szeretni önmagunkat, társaságba járni, meditálni, zenét hallgatni, tehát magyarul bekerülni a vortexbe, a happy házunkba, és azáltal meg fog jönni a szeretett társ. A harmadik pedig, hogy mit kaphattok meg, ez a kártya, gyerekek, de ez nem mindig a gyerekekről szól. Persze, hogy aki társkapcsolatban él régóta, és most már gyerekekre vágynak, az fogja megkapni. De van, akinek a belső gyerekét kell jobban szeretni, mert a kártya felszólít, hogy mostanában nem annyira törődünk a belső lényünkkel, tehát kell egy kicsit játszani, mint a gyerekek, ahhoz, hogy a kapcsolatunk a szeretett nővel, vagy a szeretett férfival helyre jöjjön. Tehát ismétlem, akik nem akarnak gyereket, azoknak arról szól, hogy szeresd önmagadat, hogy a partnereddel játszál, hogy ugrálj, hogy menj a parkba, szedjél virágot, hogy kényeztessétek egymást. Aki pedig gyerekekre vágyik, annak itt az ideje, hogy elkezdjétek. Úgyhogy remélem, hogy tetszett, és hetente fogok jönni, vagy két naponta, úgyhogy legyetek szívesek, ha tetszett, akkor lájkoljátok a videómat, és akkor még csak úgy húzunk egy-egy kártyát ezekre, hogy még mit üzen az univerzum nektek. Az első kártya, hogy megérdemlem, hogy értékes vagyok. Tehát sokak
néha önbizalom hiányal szenvednek, és úgy gondolják, hogy nem elég jók vagyunk. Hát ez nem így van. Megérdemlem, hogy értékes vagyok. Tehát minden ember értékes, és minden ember kiváló valamibe. Úgyhogy ezt tegyétek be az agyatokba. A második pedig erőteljes vagyok. Tehát bármit, amit szeretnétek csinálni, vagy bármit, amit akartok kezdeni, bármivel kapcsolatban, ha párkapcsolatban, ha munkával, ha tanulással, erőteljes vagyok. Tehát nem kell hozzá senki és semmi, és most el lehet kezdeni, mert Isten segítségével ez sikerülni fog. A harmadik pedig szeretem az élet teljességét. Tehát ahogy jönnek a napok, el kell fogadni, és minden kicsiben, minden jóban még a jobbat látni. Ha ne adj Isten, pedig néha rossz napunk van, nem probléma, holnap új napra fogunk ébredni, tehát szeretem az élet teljességét. Tehát teljes életet élhetünk úgy, hogy önmagunkat tápláljuk, és önmagunkat szeretjük. Tehát még egyszer köszönöm szépen, és hamaros viszontlátásra!